Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a Sport TV riportere. Most már hát egy erős fél napja itt vagyunk Bulgáriában, de még, illetve már nem Razgrádban. Ugye elég kacifántos a helyzet, hiszen egyáltalán nem egy metropoliszról van szó a Ludogorets otthona esetében, és hát ennek köszönhetően ugye szállást is elég nehéz találni a környéken. Úgyhogy eleve nagyon érdekes útvonalon érkeztünk, mert tegnap mi Várnában szálltunk le, de Bécsen keresztül jöttünk már, úgyhogy ez se volt már feltétlenül ugye a legegyértelműbb útirány Bulgária felé, és jelen pillanatban Sumenben tartózkodunk, hiszen ez a település nagyjából félúton található Várna és Razgrád között. Egy nagyjából órát autóztunk Várnából ide, és tegnap már, amikor kint voltunk a Ferencváros edzésén, illetve a csapat sajtótájékoztatóján, akkor szintén nagyjából egy olyan, hát bő 40-45 perc volt körülbelül az út, de a dologhoz az is hozzátartozik, hogyha láttátok tegnap a Sport TV Facebook oldalán a rövid bejelentkezésünket Tocsával, Kassai Tocsával, akkor már tapasztalhattátok azt is, hogy elég ködös idő volt, úgyhogy igencsak óvatosra vettük azért a figurát, természetesen már odafelé menet is. Most hát azt hiszem sokat ti nem láttok ebből, de egyébként egészen tisztának tűnik egyelőre az idő, felhők azért vannak bőséggel. Amikor még előzetesen nézegettem az időjárás előrejelzéseket, akkor azért ennél jóval borúsabbak voltak. Szerírebbről viszont nem tűnt annak a sajtótájékoztatón, sőt, hát azt nem mondom persze, hogy hatalmas optimizmussal vágott volna bele a meccsbe, de abszolút nyugodtan kezelte ezt az egész helyzetet, meg hát nyilván egyértelmű, hogy a Fradinak győznie kell ugye ezen a meccsen ma este. Az is elég egyértelmű, hogy melyik csapat az esélyes, nem a Ferencváros, és nem csak azért, ahogyan állnak jelen pillanatban a csoportban. Beszéltünk sok mindenről itt azzal kapcsolatban, hogy mi történt meg, mi nem a nyáron, egyrészt a két csapat meccsein, másrészt azóta a Ludogoretszel, meg aztán ugye a két csapat budapesti mérkőzésén. Az egyértelmű, hogy melyik az erősebb csapat, de ezt hagyjuk is. Inkább nézzünk körbe egy kicsit a Ludogorets stadionjába. Na hát ebből szerintem egyből nem találnátok ki, de ez valóban a Ludogorets Razgrád otthona. Ez a kis szolgálati paripánk, amit itt bérbe kaptunk arra pár napra, amíg itt vagyunk. Hát nyugodtan fogalmazhatunk, hogy ebben léptékű arénáról van szó egyébként, hogyha minden igaz, 10.400 fő a teljes befogadó képessége. Ez pedig, amit itt körbenéztetek, a kisebbik parkoló rész. Itt van konkrétan az a hely, ahol a sajtótájékoztatót tartották tegnap, meg tartják majd a mérkőzés követően is, ahová most egyébként pont nem tudunk bejutni, mert be van zárva. Itt is nagyjából belátni ott az asztal, mert valamennyire látszik a háttérben, hogyha letukucskálunk. De nagyon szépen elő van készítve itt is már minden arra, hogy majd a meccs után meg lehessen szólaltatni a főszereplőket. Ott, ahonnan jönnek le az urak a lépcsőről, ott lehet feljutni kívülről a kommentátor állásba. Ott ez a kis épületben, vagy abban a kis épületben található pedig maga az a kis sajtó része, ahol az újságírók tudnak dolgozni. Hát annak köszönhetően ugye, hogy azért a magyar és a bolgár újságírókon kívül sok mindenkit nem érint meg ez a mérkőzés, láthatjuk, hogy nincs az a hatalmas tumultus. Ha itt nagyon messzire tovább sétálnánk, akkor ott találnánk az UEFA irodáját, ahol itt a helyszínen dolgozó kollégákkal lehet tartani a kapcsolatot. Ott van hátul a flash interjú érje, ugye az a rész, ahol a meccs utáni interjú készülnek, a mixzóna pedig ugye, ahol lehet találkozni a hivatalosan joggal nem rendelkező újságírók számára a játékosokkal. Ez ugye az a rész, ahol már vagy megállnak, vagy nem, akiknek ugye van joguk, mint például ugye a Sport TV-nek, azok a flash interjú részen ugye biztos, hogy tudnak interjút készíteni a mérkőzés fontosabb szereplőivel. Itt meg látható ugye maga a közvetítőkocsi, ahová jönnek be ugye a kameráknak a jelei, és a kedvenc járművem, ami itt található, ez az Ural, ami ugye egy agregát. Hát ezzel biztos nem merül fel olyan probléma, hogy valahová nem tud eljutni. Na ez lenne a játékos kijárunk. Itt az egy lenti kamera, és ez a lát megfogadja az embert, hogyha lejön ide a pálya szélére. Ugye most, amikor ezek a felvételek készülnek, hát nagyjából 3,5 órával vagyunk a mérkőzés kezdetét megelőzően. A magyar idő szerint 5:30, a idő szerint már 6:30, és ott felnézünk,
Ott vannak kiváló kollégáink, Kassaitó Csaba és Rámos Robert operatőr. Na, egy huszárvágással már is itt teremtünk fent. Itt teremtünk fent a kommentátorállásban. Jártál? Tudom, te beszélsz magyarul. Hát a jobb napokon. Szóval jártál már azért néhány komoly stadionban a világon. Hogy tetszik, amit itt láttál Razgrádban eddig? Hát nekem nagyon tetszik. Azt mondtam neked, hogy egy kicsit olyan, mint egy mini Grupa Arena. Tehát ultramodern, minden a helyén van, csillog, villog, gyönyörű állapotban van a gyepszőnyeg, azért december közepén ez nem szokott átlagos lenni, főleg nem szerintem ilyen Balkán országokban, de ebben nem menjünk bele. Hát meg ugye tegnap mi néztük az edzésen, és azért akkor még elég sárosnak, meg mélynek hatott minden, most lementünk, és tényleg tök jó. Igen, tegnap borzalmasan nagy köd is volt, szemerkélt az eső, és akkor még azon viccelődtünk egymással, hogy lehet, hogy nem is lesz meccs. És lehet, hogy még szombaton vagy vasárnap is itt fogunk üldögélni, mert elhalasztják a mérkőzést néhány nappal, de nem, most már biztos, hogy lesz meccs. Szóval nekem nagyon pozitív meglepetés a stadion, aranyosak az emberek is egyébként, segítőkészek, meglepő módon mindenki. Már csak azt kéne, hogy nyerjünk. Egyetlen árva nyomorult góllal, de nyerjünk. Na ezt akartam mondani, egy gyors mély szakmai jellemzés. Hó, elindult itt közben a főcímnek a tesztje, hallgassátok csak! Szóval dolgoznak már a helyszíni kollégák is, szóval mit vársz a meccstől magától? Egy küzdelmes, görcsös meccs lesz szerintem. A bolgárokon is nagy a nyomás, ugye, mert azért itt ne felejtsük el, hogy itt eurómilliókról van szó, és ők már többször szerepeltek csoportkörben, és mindig erősíteni akarnak. Tehát hiába mondja az edzőjük, hogy erősebbek vagyunk, meg megoldjuk, meg hogy nem készülünk fel a Fradi, vagy fölkészültünk a Fradi minden egyes taktikájára. Szerintem a nyomás rajtuk van. Tehát itt a Fradi bizonyított már ebben a körben, ebben az öt körben, hogy fölnőtt a feladathoz. Tehát olyan csapatok ellen szerzett pontot, amik nem voltak bekalkulálva, ugye Barcelonában az Espanyol ellen például. Tehát szerintem a Fradinek nincs félnivalója, erőt kell meríteni abból a két meccsből, ami nyáron volt, tudom, hogy egy teljesen más kávéház, de én azt gondolom, hogy abszolút 50-50% az esély, tehát nem kell berezelni ezektől. Ez nem egy világverő csapat ez a Ludogorets, ez kiderült többször. Hazai pályán játszik, igaz, valószínűleg 10 000 ember előtt, igaz, de lesz 2 000 magyar, akik azért olyan hangulatot fognak teremteni szerintem, ami páratlan. Úgyhogy bízunk benne. Jó van, bizakodunk mi is, meg bízunk benne, hogy ha esetleg már a meccs után látjátok ezt a videót, akkor egy győztes meccs után teszitek mindezt. Hát, de jó lenne. Figyelj, ha tovább jutunk, én két kört csinálok békaügetésben, itt megígérem. Én pedig fel fogom venni. Köszi.